Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Sami Magyarország YouTube csatornáján az én nevem Zsolt, itt pedig a MiA3-nak a doboza látható, de hogy megelőzzem a kérdéseket, itt jobb oldalra kihelyeztem egy Me True Wireless Earphones névre keresztelt, zajszűrés képességekkel is ellátott, vezetékmentes fülhallgatót, hogy így azért dekoratív legyen az asztal. A MiA3 a MiA2-nek az utódja, amiről már teszet is készítettem a Sami Magyarország YouTube csatornájára, most pedig azt nézzük meg, hogy hogy néz ki a doboz, illetve milyen tartozékok lehetők fel, a MIA 3-nak a szelencejében. A doboznak a tetén látszik, hogy három színben kapható a készülék, extravagáns kék, ilyen kis hófehérben, valamint visszafogottabb, elegánsabb feketében. hátul néhány információ található magáról a készülékről, de hogyha fölemeljük a doboz tetejét, miután ugye a fóliát levettük, amit én majd, mint a főző műsorokban, egy pillanat alatt megteszek, és kézrázással már is előbukkanhat, a semmi hát ugye nem felül fekszik a telefon, ahogy manapság a csomagolásokban lenni szokott, hanem itt rögtön van egy ilyen kis mini karton dobozunk, amit ki lehet nyitni, és már is itt van a SIM ugyanis dual SIM képességű telefonról beszélünk, ami microSD kártyával tovább bővíthető. A dobozban találunk többek között még egy ilyen kis használati untutatot, de ez majd letölthető a későbbiekben a salmi.hu webshop oldaláról is. Itt van még egy ilyen kis jótállási egy de természetesen ez külön is jár a telefonhoz, illetve mellé kell a salmi még egy ilyen áttetsző szilikontokot, hogy ne ezzel kezdődjön a vásárlás, hanem rögtön védeni tudjuk a gyönyörűséges hátlapot. Ezután jön viszont maga a készülék jelenleg most ebben a kék színben kaptam meg, hogy ki tudjam csomagolni nektek, és már is itt látható, hogy mennyire frankon néz ki, milyen gyönyörű az a színátmenet, amit biztosít a Mia 3, illetve maga a minőség is abszolút a felső kategóriát idézi. Természetesen van még egy töltőfejünk, illetve egy USB-C kábelünk is, ugyanis így lehet tölteni a 4030 mAh kapacitású akkumulátort. A telefont körbenézve már is látszik, hogy van egy ilyen kis pici notch bevágásunk, ami a 32 megapixeles előlapi kamerát rejti, 48 megapixeles a hátlapi szenzor, és az előbb említett 4030 mAh akkumulátor mellett még a Snapdragon 655 ös chipset, valamint a kijelzőbe épített újlenyomott olvasó az, ami kiemelésre kerülhet, ugye itt lehet feloldani a képernyőt, illetve AMOLED panelről beszélünk. Hátul ott van a három kamera, alul USB-C foglalat, fölül pedig infra, illetve 3,5 mm-es csatlakozó, szóval minden olyan csatlakozóval ellen van látva a telefon, amire a mindennapokban szükség lehet. Ezek találhatók tehát a Xiaomi Mi A3-nak a dobozában, egy szilikontok, egy töltőfej, egy USB-C kábel, egy szintű leírások, illetve maga a készülék méghozzá kék, fehér vagy fekete színben. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a kis unboxing videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és nézzétek meg a telefonról készült tesztet, aminek a linkje megtalálható a videó alatti leírásban. Kövessetek Facebookon és Instagramon is, valamint a samilife.hu weboldalon. Szép napot, sziasztok!